Első napi rendi pontként tárgyalták a város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a rendkívüli közgyűlésen. A polgármester előzetesen elmondta, mivel a pénzügyminisztérium látta, hogy 1,3 milliárddal több iparűzési adóbevétel folyik be a kasztába, ezért 850 millió helyett 194 millió forint rendkívüli támogatást hagytak jóvá városunk számára. A befolyt iparűzési adóból tudjuk kompenzálni azokat a tételeket, amelyek a kiadási oldalon szerepelnek. Az úszoda sport tevékenységének támogatására kapott további állami támogatást, a leasing fizetés teljesítéséhez pedig 63 milliós támogatást biztosít az önkormányzat a Hírös Sport Kft. Számára. A Városüzemeltetési Kft. Többletköltségeinek fedezésére 150 milliót különít el a módosított költségvetés. Szemereiné Pataki Klaudia kiemelte, hogy az önkormányzati intézményeket érintő, az energiaárak drasztikus növekedése miatt hozott takarékossági intézkedések minimum 20-25%-os megtakarítást eredményeznek a várakozások szerint. Mi most azért szem előtt tartottunk egy olyan körülbelül 20-25%-os megtakarítást, hogy ezt fogjuk tudni az intézményekkel együtt teljesíteni, és ennek megfelelően egy 800 milliós nagyságrend lett átmódosítva az energiaszámlák fedezetére a közintézmények részéről. Az előterjesztés megfogalmazásával kapcsolatban dr. Vancsora Istvánnak volt észrevétele. A Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője nehezményezte a háborús infláció kifejezést, véleménye szerint ugyanis a kormány elhibázott politikájának köszönhető a drágulás. Levicki Cirill rámutatott arra, hogy az Ukrajnával szomszédos országokban nagyobb az infláció, és szorosabb gazdasági kapcsolatban állnak. Nincs egyszerű helyzetben az ország, nincs egyszerű helyzetben a város, de az éremnek mind a két oldalát érdemes nézni, és akkor visszakanyarodjak az előterjesztésre. A magam részéről is javaslom a közgyűlésnek, hogy ezt a költségvetés módosítást fogadjuk el. Dr. Fekete Gábor megköszönte az odafigyelést, hogy már a közgyűlés helyszínének kiválasztásakor is a takarékosságra törekszik a város. Kiemelte, szeretné, ha a sötét kép mellett néha az ellenzék azt is lefesteni, hogy az elmúlt 12 évben milyen gazdasági ívet írt le Magyarország. Végül 12 igennel és 8 tartózkodás mellett fogadta el a testület a költségvetés módosítását.